Joe Fink detektív vagyok. A gyilkossági csoportban dolgozom. Ez itt a körzetem. Az a városrész, amit mindenki ismer, s ezért messze elkerül. Itt a tragédiák még tragikusabbak, az örömök még örömtelibbek, mint máshol. Skid Row, a körzetem. Rémsége kicsiny bródja. Magyar hangok. Lippai László, Szersény Gyula, Györgyi Anna, Hegedűs D. Géza, Csere Ágnes, Cigány Judit, Kis Erika, Józsa Imre, Sörös Sándor, Schubert Éva, Kautsky Armand, Hegyi Barbara. A szinkront a Magyar Televízió megbízásából a Videovox stúdióban a Vajda Voice Kft. Készítette. Magyar szöveg Dani András, hangmérnök Illés Gergely, rendezőasszisztens és vágó Kis László, gyártásvezető Dudás Ica, szinkronrendező Vajda István. A forgatókönyvet írta Charles B. Griffith. Fényképezte Archie Darcel. Zenét szerezte Fred Katz. Rendezte Roger Corman. A Musnik-féle kis lerobbant virágüzletben lejátszódott események földerítése rendőri pályafutásom legszörnyűbb feladatának számított. Szép jó reggelt, Mrs. Shiva. Hogy van? Újabb haláleset történt a családban, Mr. Musnik. Kérdezi a nővérem, unuka, és a Stanley meghalt. Little Rockban, Arkansasban. Hogyan halt meg? Felrobbant, ki tudja, hát, hogyan. Remek. Összeállítunk egy szép temetési csokrot, rendben? Arra gondoltam, ha már úgyis mindig magánál rendelem meg a koszorúkat, talán adhatta nekem némi álkedvezmény, Mr. Musnik? Ide figyelj, Mrs. Shiva, minek néz maga engem emberbarátnak? Semmi se kelendő itt a Skid Row, csak az olcsó szegfű. Hogy adjak magának árkedvezményt, amikor még locsoló vízre se futja? Ide a rozsdás bököt, ha én árengedményt adok bárkinek is. Fogva be ott hátul! Már megbocsásom, Mrs. Shiva, de ez a szimurvány csak ilyen. Nagyon, nagyon kedves fiú, nagyon. Miért nem szabad énekelni? Ez nem éneklés. Te is inkább az új vevővel foglalkozz. Most jött be. Milyen szép sárga mellénye van. Az innas nem csinálhatja azt, amit akar. Ez megengedhetetlen. Így is mindenre nekem kell itt gondolnom. Musniknál mindig tavaszi pompával nyílnak a virágok. Halló? Oh, hello, Mr. Farm. Mivel szolgálatok, doktor úr? Ide figyeljen, Musnik, nincs időm a bájcsevejre. Küldjön át két kardvirágot és egy páfrányt. Hát ez remek, 2 tucat kardvirág és egy cserepes páfrány. Nem, 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 Musnik, 2 kardvirág és egy páfrány. Értem, uram, 2 kardvirágot és egy páfrányt teszek egy cserébe. Nem, 1 páfrányt, 1 szálat, összesen 3 szálat. Küldje át a rendelőmbe. Kiesett. Micsoda? Kiesett a tömény. Teljes, majd nagyobb lukat fúrok. Csak nem 2 nyomvadt kardvirágot és egy száraz páfrányt akar? Miféle dekoráció az? Ennyire futja a heti virágköltségvetése, Musnik. A Skid Row a fogorvosnak sem megy jól. Rendben, ez remek. Mindjárt küldöm is Szimurral a virágokat. Hogy jövök én ahhoz, hogy egy fogorvossal Szedje a lábát. Most pedig magán a sor. Kifúrjuk azt a frágya fogat. Kinyit. Szimur Krelburn. Nos, Mrs. Shiva, a virágokról beszélgettünk, felhívom a figyelmét, túl meleg van a szemet, és ez mostanság! Hivatott, Mr. Musnik? Nem, John D. Rockefellert hívtam, hogy adjon egy kis kölcsönt az új Rolls-Royce-omhoz. Bocsánat, úgy hallottam. Ide figyelj, Szimur. Fogsz 2 szál kardvirágot. Szépen egyformára vágod őket. Aztán fogsz egy páfrányt, csinálsz belőlük egy szép csokrot, és az egészet átviszed Dr. Farbhoz. Érted? Igen. Mazdulj már meg! Mivel szolgálhatok önnek, uram? Burton Fox vagyok. Örvendek, Gravis Musnik szolgálat. Én is örvendek. Köszönjük, hogy elvarulzatok. Jöjjön velem, kérem. Talán orchideát keres egy csinos lány számára. Nem, megteszi nekem néhány tucat szekvű is. Szekvűt akar? Nem sem alapság. Ha valaki minden nap megvan a rokonságból. Ez már több, mint bal szerencse, Mrs. Shiva. Még hogy bal szerencse. Annyi ember adja be a kulcsot, egyik a másik után. Már az utcán is hullám. Mi lesz vár a szekfűmmel? Egy pillanat. Tessék, itt vannak a rózsák. Az én szemém. A szekfűimet. Igen, már is.
Látja, hogy mit csinál ez a Simur? Ó, tessék a szegfűj, uram. Várjon, becsomagolom. Ne, jó lesz így is. Itt teszem meg őket. Más valamit szabad? Jó ízűek? Ettem már jobbat is. De ez a saláta ízesítő. Így már jobb. És melyik az előkelő boltokat? Tele vannak gyönyörű virágokkal, de csak a kinézetük csábító. A táplálkozás értékük szinte semmi. Az ilyen meghitt kis boltokat jobban szeretem. Isten, ezt a szégyent virágot enni. Aki nem kóstolta, az ne szóljon közben. Nézze, uram, mi történt. Pont ezt akartam az előbb magának mondani. Nézzék meg ezt az embert. Nézzék meg, hogy hogyan dolgozik. Kérdem én, hol fog ez még egyszer ilyen jó állást találni, ha én kirúgom? Ki akar rúgni, uram? Nem, meg akarlak választani az Egyesült Államok elnökének. Igen, ki vagy rúgva? Gravis, ezt nem teheted meg. Ki? Mit nem tehetek? Nem volt szándékos. Nem volt szándékos. Nála semmi sem az. Teljesen véletlenül vitted a csokrot is jó kívánság kártyával a ravatalozóba. És fekete liliomokat küldtél egy idős hölgynek a kórházba, puszta véletlenül. De most már, én, Gravis Mushnik, ezt meguntam! De... Komolyan gondolja. Higgy el, Mr. Mushnik, én mindig csak jót akarok. Imádom a virágokat, legalább annyira szeretem a virágokat, mint Audrey. Ez remek, ki vagy rúgva. De... Miért nem adsz neki még egy lehetőséget, hogy bízom? Megadom a lehetőséget a kilépésre. De én nem akarok... Bátor fiú vagy, ki vagy rúgva. De ez nem fair, Mr. Mushnik. Tudja, mit csinálok? Egy különleges meglepetés növényt termesztek magának. Olyan virág az, amelyet maga még az életben nem lát. Ez remek. Még azokat a virágokat sem tudom eladni, amik a boltban vannak. Kifelé! Várjon egy kicsit. Egy új növényről van szó. Legalább nézze meg. Nem nézek meg semmiféle virágot, Mr. Sárga Ellény. Az őseim már 200 éve virágboltosok. És nekem az Skid Row-on van virágboltom. Egy vacak boltocskám. Különben is utálom a virágokat. Nem értett meg. Én már végigettem a világ összes virágboltját. Szavamra, uram, azok a legjobb üzletek, ahol a legfurcsább, legeredetibb virágokat lehet kapni. Látod? Látja? Érti? Ez meg mi? Összeesküvés? Rendben. Fejtse ki, uram. Nos, emlékszem, az egyik bolt falat tele volt szömörcével. Messziföldről odajöttek az emberek, hogy megnézzék a falat, és ha már ott voltak, vásároltak is. Meggazdagodott a tulaj? Nem. Halálra vakarta magát a bolondok házában. Ó, az az unoka öcsém Harry volt. Rendben. Értem! Most szépen hazamész, és elhozod azt a különleges növényt ide a boltba. És ha Mr. Sárga Mellénynek megtetszik, akkor lesz továbbra is állásod. De ha nem, le is út, fel is út! Csak ne izguljon, tetszeni fog, majd meglátja. A nyelvedet. Még ennyit se vagy képes szegény anyádnak megtenni, csak kinyeletet kunytűzöl belőle, miközben fél lábbal már a sírban van. Ó, nem úgy gondoltam. Sose úgy gondolod. Na gyere, nézd meg a nyelvem. A nyelv az nyelv, mama. Nekem mindegyik egyformának tűnik. Bementél, doktor Malárthoz, is elhoztad a leleteimet? Igen, azt mondta, kutya bajot sincs. Na hát ez a doktor Malárt, én meg azt hittem, hogy végre találtam egy őszinte orvos. Azt mondta, hátvéd is lehetnél a kosok csapatában. A halálomat akarja, nem is orvos, csak orvosnok segít. Mama, mennem kell. Fiacskám, újra nő a golyvám. Minden reggeli után értem, ahogy növekszik. Igen, mert mindig akkor a hatalmas adag. Nézd csak, ajándékot hoztál? Hát igen. Nézd csak, ki majd meglátom. Lássam csak. Yeah. Oh, Dr. Slipsedl híres tonikja. Elolvasom, mit ír. Elsőleg vagy külsőleg alkalmazva kiválóan gyógyítja az ideggyulladást, az idegsávát, a fejfájást. Ha a teherautó üti el, azonnal hívja az orvosát. Alkohol tartalom 98%. Cimur, kisfiam, nem is tudod, hogy milyen jót tettél ezzel. Már is érzem, amint egészséges meleg önti el az egész testemet. Jaj, mama, sietek, be kell vinnem a virágot a boltba. Azt a raddaságot a konyhából. Igen, ha nem tetszik Mr. Mushniknak, akkor kirúg. Úgy veszem.
veszem észre, valami baj van a hallásommal. De van egy olyan halvány sejtésem, a munkahelyed attól függ, hogy Musnik mit gondol erről a szörnyedvényről. Még rondában néz most ki, mint ma reggel, amikor munkába indultam. Csak tudnám, hogy mit csináljak vele. Ha engem kérdezel, dobd egyenesen a szemétbe. Én nem szeretem, hogy a lakásom mindenféle rohadt zöldséggel van. Jó, mama, ma rohannom kell, hozzak neked valamit? Igen, hoz egy evening news, egy öndiagnózis, fej van benne. A győztes beutalót nyer a Mayo Clinic-ra. Szia, mama! Szia, fiam! Rózsaszínű alkonyatkor itthon légy. Így jár azért, oly sivár az ég a borlaszán. Ezt is írja a számlámhoz. Ezt nézzék, emberek! Na, mit szólnak hozzá? Ízé, nagyon különleges. Én csiklandozó látvány, és mondja, nem poshat? Ez még nem lakott jó. Ez szerinted különleges növény? Úgy néz ki, mint akinek egyetlen boldog napja nem volt egész eddigi életében. Ne hallgassál, nekem nagyon tetszik. Neked? De még a büdös káposztát is megeszed. Igen. Milyen fajta növény ez, Szimur? Fogalmam sincs róla. Egy japán kertésztől vettem a magot, a Central Avenue-n. Egy kitüntetéssel együtt kapta, amit a tőzegáfonya termesztő versenyen nyert egyszer. Hát ez remek. Még azt sem tudod, hogy milyen növényt nevelsz, mi? De én adtam neki nevet. Hogy hívják? Hát, ezért... Mit? Valami disznó nevet? Nem mered megmondani? Kicsiny Audrey-nak neveztem. Ó, én rólam nevezted el? Komolyan? Ez eddig életem legizgalmasabb eseménye, Szimur. Szegény kislány. Nem hiszem, hogy ez a gaz megírné nekem, hogy hetente $10 fizetést adjak neked. De Gravis, én rólam nevezte el. Hallottam, de már azt is hallom, hogy most itt marhaságának fogják hívni, és dutyiba kerülök, mert nem fizetek adót. Maga megőrült? Ki én? Igen, maga. Lehet, hogy ez az egyetlen ilyen virág az egész földkerekséget. Fogja már föl, ha Szimur egy kicsi életet lehel belé, az egész világ a csodájára fog járni. Komolyan mondja. Talán komolyan, Musnik. Ne is vesztegessünk rá több szót. Amúgy is mennem kell. A feleségem gardéniát készít vacsorára. Jó éjszakát, Fox. Jó éjszakát. Holnap is benézek. Imádom a kóser virágot. Milyen kedves ember. Meg lehet tudja, hogy mit beszél. Meg lehet, hogy nem is olyan lökött. Most pedig nagyon jól figyelj rám. Megtartalak téged is, meg ezt a kicsiny rondaságot is egy hétig. Ha életre tudod kerteni, mindketten maradhattok, de ha nem, mindketten repülhetünk. Ó, köszönjük, Mr. Musnik. Ne szomorkodj, Szimu. Ne vesztegesd rám az idődet, Audrey. Nem érdemlem meg. Ki mondta, hogy nem? Mindenki. Igen, tudom. De nekem te vagy a legkedvesebb fiú, akit ismerek. És kicsi Audrey a legaranyosabb virág lesz, ami a földön eddig kinyílt. Hát, nem is tudom. Már mindenféle csoda műtrágyát kipróbáltam. Kapott atomnövénytápot és desztillált ásványvizet, és mégis egyre csak betegebbnek néz ki. Ne aggódj miatta. Te leszel az új Luther Blandale. Pasadénából. Burbankből. Jó éjszakát, Szimur. Jó ét, Audrey. Mi a bajod, kisnövény? Hát nem tettem meg mindent érted, amit csak tudtam. Oldoltam el. Te vagy a legelső kis növény, amit megpróbálok felnevelni. Ha te elpusztulsz, mihez kezdek nélküled? Ne pusztuljak, kérlek. Hozok egy kis vizet. Jó lesz? Eddig minden nap lementekor. Bár csak tudnám, hogy mitől nőnél nagyra. Várjál csak, eltolom ezt innen, hogy kapjál több levegőt. Mi történt veled? Hogy életre keltél? Vér? Szereted a vért? Ne. Biztos csak viccelsz. Próbáljuk csak ki. Tudod, mit meg nem teszek a kedvedért? De! Látom már, mi vagy te. De hát ízlések és pofonok különbözőek. Nézzék meg fantasztikus új növényemet, a kicsi Audrey-t. Szimur, Szimur, Szimur!
édes fiam! Te vagy a legnagyszerűbb fiú az egész földekként. És csak meg jó, Audrey. Hát nem jó vágású, hát nem elegáns, hát nem kapott $2 fizetés emelést. Hát mi történt az ujjaddal? Méhecskék. Hogyhogy ilyen hirtelen megváltozott a véleményük róla? 5 méhecske? Minden ujjadra egy? 10 méhecske. Azt mondta, kapok $2 emelést is. Pontosan, kedves jó szigúrom. 10 méhecske. Mit csináltam már megint? Nem is tudod, hogy mit csináltál. Gyere, nézd meg. Ó, hát ilyen nincs is. Megnőtt. Legalább egy láb magas. Hát nem csodálatos. Úgy nő, mint a gyermek szájában a tejfog. Ó, hódolatom szép kisasszonyok, mivel szolgálhat önöknek, Revisz Musnik? Láttuk a plakátot a kirakatban. A kicsi nyolcsiról. Gondoltuk, bejövünk és vetünk rá egy pillantást. Tessék, vessenek. Ők ma már a negyedikek, akik bejönnek, hogy megnézzék a virágot. Ó, de pompás! Ezt még nézni is sok. Milyen növény ez? Ez egy kicsi Audrey. Hogyan lehet a 10 méhecske is megcsinálni? Csak ez a neve? Tudományos megnevezés. De van, de ki tudja azt megjegyezni, mellesleg nem akarnak venni valamit? Sajnos nincs nálunk pénz. Azt a $2000 kell. De az a mind virágot kell vennünk. Azonban az nem a mi pénz. Nehézem dönteni. Hogy mondtál? $2000 kell virágot venniük, hölgyeim? Hát ki halt meg? Pontosan. Az egész kereskedelmi kamara? A Kukamonga középiskolából jöttünk. Tudhatjék. A rózsafesztiválra. Csupa-csupa virágból. Több 1000 szálból. Mi vagyunk a bizottság. Vagy kiválasztok a virágárust. Akitől majd a virágot vesszük. Szavamra őrült egy virág ez. Az ám. Ő. Szimúr nem esítette ki. Ajajajajajaj, lányok. Na, ne tegyenek kárt a kertészemben. Mondják, és nem gondoltak arra, hogy Revisz Musniktól vegyék meg azt a sok ezer virágot? Az én virágaim különbek, mint a többi árusé. Mennyiben? Olcsóbbak. Olcsóbbak? Ha ebben a boltban képesek voltak kinemesíteni a akkor itt mindent megkapunk, amire szükségünk van. Beszéljük a dolgot a bizottság többi tagjával. Hát akkor megyünk már is, viszlát! Viszlát, hölgyeim! Fiam! Ha fiam, látod, Audrey? Van egy fiam. Ó, jaj, Mr. Musnik. Nem, Mr. Musnikhoz. Meg ne halljam, hogy még egyszer Mr. Musniknak szólítasz. Mondd csak azt, hogy papa. Rendben, papa. Hát nem csodálatos. Seymour Cralburn, gyere csak velem, édes fiam. Szeretnék veled a jövőről elbeszélgetni. Nézd csak ezt a lerobbant boltocskát. Nézd csak körül. Nem sokára itt hagyjuk ezt a koszfészket. Gazdagok leszünk. Építek neked egy hatalmas melegházat, ahol majd mindenféle lehetetlen virágokat nemesítesz, amiket aztán én hihetetlen áron eladok az új, hatalmas virágüzletemben, a Beverly Hills-en. Látsz majd egy hatalmas reklámot a magasban, és az lesz ráírva. Revisz Musnik, persze francia. Jaj, de izgalmas, és lesz egy zenekarunk is közvetlen a pénztárnál. Remek! Grevis pedig majd vezényel a zenészeknek, ők meg rázendítenek egy különös dalra. Én pedig egy gyönyörű köntösben előjövök, és azt mondom a vevőknek, hogy... $600, 1 tucat szegfű, 2 tucatot 1000ért megkap. Áll az alkú. Vigyék, a pénztárt! Mózes nagybátyám öcse Jankl, épp most hagyta itt a földi életet Tanaflyban, New Jersey-ben. Mondja, mennyiért adjam a szegfű? $600, 1 tucat szegfű. Ez a bolond még mindig szabadon jár kell. Kérem, bocsásson meg a fiamnak, Mrs. Shiva. Csak mutasson rá bármire a boltban, és az egyből az öné. Úgy így? Pontos. A pénztárgépet is lehet. Várjon csak. Tessék. Fogja, 5 tucat szegfű a cég ajándéka. Revisz Musnik a virágbáró tiszteleg az elhunyt emléke előtt. Ilyen ember az én apám. Köszönöm. Nagyon köszönöm. Azt mondja még meg, minek örül olyan nagyon? Csak nem annak, hogy Mózes nagybátyám öcse Jankl meghalt a Flyba, New Jersey-ben. Annak a szegény halott növénynek is vihetik a sírjára a virágot. Viszontlátásra, Mr. Musnik! Viszontlátásra, Mrs. Shiva. Nézd, mi történt a virágommal, papa? Itt szólítasz te papának. Ó, ne! Még néhány perccel ezelőtt is milyen csodálatosan... Hát ez remek! Néhány perccel ezelőtt ingyen adtam 5 tucat szegfűt Mrs. Shivának. Nem volt szándékos. Remélem, meg fogod tudni magyarázni. Nem, de ha a gondolkodás időt, kitalálok valamit. Lelki szemeimmel látom. A síralomházban vagyunk, és arra a hatalmas reklámra a magasban az van írva. Seymour Cralburn, nyugodj békében. Arabul! Ne, adj neki még egy lehetőséget. Igen, egy hetet adott nekem, Mr. Musnik. Itt maradok vele egész éjszakára. Reggelre kutyabaja sem lesz. Majd meglátja. Ígérem. Szavamra. Ah,
Adj enni! Adj enni! Ezt ki mondta? Ezt te mondtad? Ezt te mondtad? Adj enni! Ezt te mondtad? Te tudd beszélni! Beszélő növényem van! Mondd újra! Adj enni! Istenem! Nem jártam sokat iskolába, de még a környékére sem. De eddig lefogadtam volna, hogy beszélő növény aztán nem létezik. Most aztán szabadon foglak. Kicsi nyódri, szívesen megetetnélek, de az ujjaim mind tropára mentek tegnap. Adj enni! Hát nézd meg, lukas vagyok, mint egy cita. Várj, lehet, hogy ki tudok sajtolni egy-két cseppet. Csak ennyire futotta. Még többet! És meg, vérszegény vagyok. Adj még enni! Figyelj, kicsim, neked adnám én az utolsó csepp vérem is. De egy kicsit magamnak is meg kell tartanom, mert akkor még a mamánál is rosszabb bőrbe lennék. Sajnálom, kicsim. Megyek és járok egyet. Talán valamit kérszelek. Hagyj békén, te zabagép! Megvan nekem a magam baja! Adj enni! Sajnálom, öreg, nincs több vérem, kérj meg valaki mást! Éhes vagyok! Nem érdekel, hogy mi vagy! Nem látod, hogy teljesen kiborultam, megöltem egy embert! Gyilkossá lettem! Azt hiszem, olyan nagy öröm gyilkosnak lenni? Gondolod, mulatságos egy zsákot cipelni te? Enni valóban! Ó, nem, kicsi! Mit képzelsz? Olyan ember vagyok én? Éhen pusztulok! Jól van. De csak egy falatot. Finom falat. Finom falat. Finom falat. Finom falat.
Ezt aztán nevezem, ez igazi saláta. Mit mondtál, mi is a neve? Azalea. Azt hiszem, a második fogás előtt elszívok egy finom szivart. Nem zavar? Szív csak szív. Vagy te is rágyújtasz egyre? Ja, persze, te nem is szivarozol. Na, most mit is keresek? Na, hol lehet a gyufám? Tudod, hogy mire jöttem rá? Miközben a gyufámat kerestem, rájöttem, hogy a másik zakóban felejtettem a pénzemet. Tessék a hamis rántott csirkecombát. Akkor nincs nálad egy fillér se? Ez a mai tréfája? Rendben, elismerem. Nagyot hibáztam. De egy igazi férfi tudja a kötelességét. Ugyan már elég a dumából. Pénz beszél, kutyaugat. Ne szentelekedjen velem, kisasszony. Megsúgom magának, hogy a boltomban ott van az egész napi bevétel. Érintetlenül a kasszában. És ha hiszi, ha nem. Több mint $9. Maga csak hozza ki a megrendelt ételeket, én meg elmegyek a boltba, és hozom a pénzt. Szívet melengető, kedves szavak. Na ide figyeljen, tréfa mester. Az egyikőjük elrobog gyorsan a boltba a stekszért, de a másikuk szépen itt marad, amíg az egyikük vissza nem érkezik. Így játszódik le a következő jelenet. Ó, igen. Ez a lepusztult kocsmámból ér, hogy túlszulejti a vendégeit. Igaz? Igaz. Hát ez remek. De csak egy élutri. Csak egy röpke perc, és itt lesz már a steksz. Siess, Grevis. Hozzon már is viszkit, fogok, bort, gint, motkát, szkácsot, rospálinkát, tekilát, szaki, minden csak árcson. És van magánál pénz. Ne brigáljon már állandóan a pénzzel, be akarok rúgni és kész. Mi ütöd belé? Fogalmam sincs. Tessék, fogja ezeket, hozzon nekem valamit, hozzon ki mindent, nem talikori, mindent, amiük van. Hozzon már. Grevis, de mi történt? Ne is kérdezz. Úgy nézel ki, mint aki szellemet látott. A szellemekkel elbánok, ne kíváncsiskodj. Miért nem vagy őszinte? Lehet, hogy segíthetnél. Hogy te? Ezen nem tudsz. Próbálj meg enni egy kicsit, attól biztos megnyugszol. Saját boltomban nem is hiszed, mi folyik ott, Audrey. Kérlek, mondj el nekem mindent. Rendben, elmondom neked is holnap, de csak aztán, hogy elmondtam mindent a rendőrségre. De Musnik nem jött el a rendőrségre. Ha megtette volna, talán itt vége is lett volna ennek a szomorú történetnek. De folytatom. Na, mit mondtam magának? Nem gondolt még rá, hogy bevegyen egy felestársat az üzletben, mi? Bocsánat, asszonyom. Mr. Musnik! Beszéltünk a bizottsággal. Engedélyezték, hogy magától vegyünk világot. És tudja melyiket? Kicsi Nyódi lesz a főhelyen. A legtetején. Jaj. Szerintünk pompás lesz. Szerintem is az. Ó, az emberek oda lesznek, érte? Ő meg az emberekért. Úgy akarjuk, hogy nyitva legyen a két nagy szirom. És ő majd benne fog ülni. A királynő. Koronával és jogarral. Olyan aranyos emberek meg fogják zabálni. Megzabálja a lányt. Nagyon fájfogok. Szörnyen hasogat, lányok, hagyjatok. Na. Te. Gyere csak velem. Beledöglök, úgy fáj a fogam. Fáj. Engedj el, asszonyom, nagyon kérem. Ó, jobbulás. Engedj el. Halljam, szimor, vaj be mindent. Nagyon fáj a fogam. Mit akar tőlem egyáltalán? Az a növény. Nem kellene elbeszélgetnünk róla. A növény? Hát az óriási. Négyszer olyan nagy, mint amilyen tegnap délután volt. Látom, látom. Hogy lehet, hogy ilyen nagyon nőtt mára? Fogalmam sincs róla. De nézze csak, mennyi vásárló van a boltban. Még csak fél órája nyitottunk ki, és már is $70 a bevételünk. 85! Ide figyelj, Szimur. Különleges nevet adtál ennek a növénynek. Kicsi Nyódri, azonnal tudni akarom, mi a rendes neve ennek a növénynek. Hát,
ez a hízókának és a Vénusz légycsapójának a keresztezése. Vénusz légycsapója? És milyen szokásai vannak ennek a Vénusz légycsapójának? A könyvek azt írják, rovarokat eszik, de csak háromszor egész életében, annyival beéri, kifejlődik. Hát ez remek. És ez a példány hányszor evett már? Egyszer vagy kétszer. Nem emlékszel rá? Ez meglehetősen egyedi légycsapó alfaj. Hát ez az, ettől tartok én is. Lehet, hogy nem is eszik többet. Nem hinném, hogy még ennél is nagyobbra nőhet. Ezt úgy érted, hogy nem kell több legyet adnod neki? Igen. Hát... Jaj, hogy hasogat a fogam! Rendben, ez remek. Menj csak át a fogorvoshoz. Majd én viszem a boltot addig. Köszönöm, főnök. Grevis, még több virágot kell rendelnünk. Több tonnányit. Ha egyszer egy üzlet beindul. Kell egyenlíteni! Maga potyázó! Tűnjön el innen! Aki nem bírja a fájdalmat, az ne blitzeljen! Örülök, hogy fájt! Örülök, boldog vagyok! Igazán? Szimúr! Szimúr, van egy rossz fogunk? Nem, azt hittem ez a férfi vécé. Szimúr, gyere csak vissza, te haszontalan kölyök! Nyomás befelé! Te vagy hát az a két balkezes, aki megcsonkította a kardvirágaimat, mi? Leülni! Nem hallod? Ülj le! Doktor úr, nem is pálvára fogam. Ismerős nóta. Ülsz! Pofa be! Illetve ki! Ez fáj? Igen! Akkor te még nem is tudod, mi a fájdalom. Nem az, hanem ez fáj. Szimur, ki a fogorvos kettőnk közül? Te vagy én? Én tudom, melyik fáj. Mekkora sztalagmit. Csak semmi pánik. Egyszerű ez, mint a pofon, Szimúr. Érzésteleníteni sem kell. Jaj, összetörte a tükröt a számban. Ne beszélj badarságokkal, te lenyelt. Na, ez meg lett. Igen. Lássuk csak ezt, Szimúr. Kihúzom ezt és ezt is. Kihúzom azt és azt is. Ki kell húznom. Csak egy fogam fáj. Szimúr, kettőnk közül ki a fogorvos? Te vagy én? Csak nem diploma nélkül űzöd a mesterséget? Nem. Na, szépen kinyit. Szimúr, Szimúr, viselkedj jól! Apa! Ezt nézd meg, nézd csak meg jól! Szimúr, nem is tudtam, hogy szarvas vagy. Tudod, nem engedhetem meg magamnak az asszisztenciát, ezért magam készítem a kenetet is. Gyorsan kész van, és milyen jó ízű. Na, hozom már, Szimúr. Ne jöjjön közelembe! Gyere, gyere! Maga meg akar ölni engem! Párbajozd meg akarsz, de gyere! Ez Dr. Farb rendelője? Igen, egy pillanat! Igen, ez az. Kérem a következőt! Wilbur Force a nevem, uram. Milyen Wilbur Force? Csak Wilbur Force. Wilbur a keresztnevem, Force pedig a családnevem. Középső nevem nincs. De időpontja csak van a doktor úrral. Az sincs, de az ön egyik betege nagyon melegen ajánlotta önt a figyelmembe. Mrs. S. Shiva, többször dolgoztam már a rokonainál. Amint látja, most éppen van betegem, és egész nap be vagyok táblázva, úgyhogy jobb lesz, ha inkább holnap jön vissza. Sajnos nem tehetem. Három, de lehet, hogy négy tájogom is van. Akut insorvadásom, 9-5-10 lukas fogam. Nincs már bölcsesség fogam, és iszonyatosan fáj mindenem. Ma nem érek rá egyáltalán. Ó, ne is törődjön velem. Szívesen várok odakint. A beteget egy tátongó lukkal a gyomrán hozták be. A felesége lukasztotta ki piszkavassal, de már jó ideje.
Már majdnem teljesen elvérzett, és a seb is üszkösödött. Nem sok esélyt adtam neki, hogy túléli. Egyéb komplikációk is felléptek. A férfinek rákja volt, tuberkulózisa, leprája, és meg is volt fázva. Úgy döntöttem át, hogy megoperálom. A betegem eltávozott. Most már bejöhet. De nem is láttam, mikor ment el a betege. A hátsó kiáraton távozott. Tudja, a legtöbb ember után fog orvoshoz járni, de én kimondottan élvezem, gondolom maga is, mert egyszerűen isteni. Csodás érezni, ahogy nő a luk az ember fogában, ahogy a jó öreg fúró dolgozik. Őszintén én inkább fogorvoshoz megyek, mint bárhova máshova, és maga? És? És semmi érzéstelenítés eltompítja a fájdalmat. De akkor magának jobban fáj, mint nekem. Ó, de jó, remek, csak fájom már. Ó, Istenem, nehogy a bátyám. Elég sok lukat furtam már, ideje betömni őket ezzel a... És nem húz ki egyet sem. Mit? Ó, kérem. Hát, a maga foga. Csodálatos délután volt. Őszintén mondom, még soha nem éreztem magam ilyen jól. Ajánlani fogom önt a barátaimnak is. Köszönöm, viszlát! Viszontlátásra! Adj enni! Már sorodra, Dracula, mit gondolsz? Mit cipelek a hátamon a mosatlant? Kaját! Jövök, hozom már! Ettől még te is jól fogsz lakni. Végre! Isten önnel, Dr. Farb. Lehet, hogy csapnivaló fogorvos volt, de magánemberként nagyon kedves. Soha nem akartam megölni senkit ebben az életben. Erre kettőt öltem meg az elmúlt két nap alatt. Látja, maga kezdte azzal az utálatos fogóval, meg tükörrel. Bon voyage, Dr. Farb. Kérsz még valamit? Rendben, reggel találkozunk. Bújj be! Szia, Joe! Gyere belje, Frank! Mi van az asszony, Frank? Megvan, Joe! Ennek örülök. Gyerekek? Egy eltűnt tegnap. Nem volt. És hogy történt? Gyufával játszott. Munkaidőn kívül történt. Igen, igazad van. Van itt egy ügy. A vasútasok átszóltak, hogy két nappal ezelőtt eltűnt az egyik detektívjük. Tényleg? Lent a sineknél. A hűtővagonokat figyelte. A hűtővagonokat? A jégtolvajokat. Ó, és mi lelte? Nem tudjuk. Eltűnt. Vér a vágányon. Nyomok? Semmi. Más nem történt? Fogorvos. Fel. Meghalt? Eltűnt. Nyomok? Vér a rendelőben. Hol? Skid Row. Indíték? Semmi. Ellenőrizni? Igen. Ráálltunk tehát az ügyre. Frank Stooley és jó magam. Az én nevem Fink. Joe Fink, detektív. Szimatolunk. Jó reggelt, Mr. Musnik! Ó, na hát, ez már Döfi! Üdv mindenkinek! Ó, Istenem! Ez aztán valami, ne? Ez szörnyű szép. Igen. És mindezt te csináltad, Szimur. De Audrey, ezért nem kell megcsókolnod. Nem szereted, ha megcsókollak? De igen, de te nem akarsz megcsókolni. Miért ne akarnálak? Még senki se csókolt meg.
De én meg akarlak. Igazán? Komolyan? Meg akar csókolni? Persze, hogy meg. Nem akarnál még egyszer megcsókolni? Rendben. Ez a növény. De jól csókolsz, te Audrey. Szerintem is csókra termett számban. Hogy nőtt ez meg? Volna kedved randevúzni velem valamelyik este? Mikor? Ezer örömmel, Szimur. Bármikor. Ma este? Rendben. Ó, de jó. Mi történt ezzel? Elhoztuk a listát. Világokról. Mi a tutajra? A Rózsa fesztiválra. Én most nem érek rá, hölgyeim. Beszéljék meg Audrey-val. Elhoztuk a listát. Tudja, a tutajra. Rendben, nézzük meg. Remek. Üdv, mi a helyzet? Nézze meg a növényemet. Hát, jó nagyra nőtt. Bizony. Jó reggelt, Mrs. Shiva. Mi újság? Szörnyű hírem van. Az unokaöcsémnek, Frankinek tegnap tűnt el a kisfia. Ez bizony szomorú. De hogy történt? Gyufával játszott a rossz csont. Szeretne néhány szál virágot venni? Gondoltam 15 centért egyelőre. Már is összekészítem a csokrot. Nézze meg a növényemet. Azt bámulom. Maga Gravis Musnik? Én vagyok Musnik Gravis. Igen, engem hívnak. Néhány kérdést akarunk feltenni magának. Kérdés nekem miért? Csak néhány kérdést teszik fel. Nem én követtem el. Mit? Nem. Semmit sem. Ismeri ezt az ember? Embert. A képen? Hát miért lett olyan ilyen? Nem tiszta a lelkiismeretem? Nem. Miért ne lenne az? Ismeri ezt a férfit? Férfit? A képen lévőt? Dr. Farb. De hát ismeri. A fogorvosom. Csak nem elkövetett valamit. Eltűnt. Vér a rendelőjében. És egy másik férfi is. Vérnyomok a sínek között, és néhány testrész. Nem mondják. Dr. Farbot meggyilkolták? Ki tette? Honnan tudjam? Én nem. Mi a véleményed? Nem tud ezt semmit sem. Rendben, Musnik. Ha bármit megtud az eltűntekről, hívjon fel az irodába. Természetesen. Örömömre szolgál, hogy együttműködhetek a rendőrséggel. Hello, Szedi néni. Ó, hát ez szörnyű, hogy mi történt a fiaddal, Frankie. Munkaidőn kívül történt. Ide figyelj, Szimur. Mondd meg szépen, mikor fejezi be a növekedést az a zöldség? Már befejezte a növekedést. Ne hazudj az apádnak. Mi? Apám előkerült. Nekem idióta. Képletesen szólva. Jól figyelj, torkig vagyok már azzal a növénnyel. Lassan már el sem férünk tőle a boltban. Nem fog tovább nőni, megígérem. Miért vagy ebben olyan biztos? Mert már háromszor evett. Ki? Pontosabban akarom mondani, mit evett utoljára? Körülbelül 1 millió japán bogarat. Tehát nem eszik többet. Torkig van. Gravis! Itt van egy hölgy a boltban, valami bizottságtól. Azt hiszem fontos ügyben. Hát ez remek. Jut eszembe. Hallottam, hogy randevúra hívtad ma este Audreyt. Nincs kifogásom ellene, mert én itt éjszakázom, és szemmel tartom ezt a mesüge növényt. Hova fogsz este meghívni, Szimur? Hát, az a helyzet, hogy nincs egy vasam se. Semmi baj. Sétálhatunk is egyet az óceán partján, vagy amit akarsz. Van egy óriási ötletem. Mit szólnál ahhoz, ha nálunk vacsoráznánk? A mama kiválóan főz. Ez nagyon jól hangzik. Csodás, akkor felhívom és megrendelem a vacsit. Rendben. Egyszerűen lenyűgöző. Tetszik? Ez nálam nem tetszés vagy utálat kérdése, uram. Történetesen a dél-kaliforniai csendes virágimádók szövetségét van szerencsém képviselni, uram. Mit szól ehhez, Fox? Mondja csak, ki alkotta ezt a csodálatos teremtményt? Én voltam, én. Szabad megtudnom a becses nevét? Szimur Krelburn, K-val az elején. Krelburn? Egy kávés dobozban nevelte fel. Uh-huh. Ezt? Mondja, Mr. Krelburn, ez csak egy torszülött, vagy magról bárki képes új egyedet felnevelni. Reméljük, nem érjük meg. Nem hiszem, hogy akár még egy példányt is lehetne, Miss... Fustwanger. Mrs. Hortense Fustwanger. Tudomásom szerint ez az egyetlen példány, Mrs. Fishwinger. Fustwanger? Fustwanger. Nagyon remélem, hogy emészthető. Hogy emészthető-e lényegtelen. Az a megtisztelő feladatom, Szimur Krelburn, hogy tájékoztassam, ön nyerte el a dél-kaliforniai csendes virágimádók szövetségének ezévi fődíját. Szívből gratulálok. Fődíjat? Én? Nincs igazság. Mondja, kérem, mikor várható, hogy azok a nagy ürügyek kinyílnak? Nos, a könyv azt írja a keresztezett növényekről, hogy holnap után napnyugtakor kell a rügyeknek kipattanniuk. Az nagyszerű. Az adott időben visszatérek, hogy átnyújthassam a fődíjat, Isten vele. Lenyűgöző.
Fődíjat kapok. Ó, Szimur, olyan büszke vagyok rá. Sanyi, fődíjat kap. Kicsi nyódri. Azt is rátesszük majd a kutatára. Rózsák, köszönöm. Állján. Ó, ne nézz rám, kicsim. Szörnyű látvány nyújtok. Kövér, mint egy öreg fóka. Mindenkinek ezt mondja. De ha így igaz, mostanában nem érzem valami jól magam. Audrey, bemutatom a mamám, Winifred Crabburn. Mama, ő Audrey Fulcorn, a barátnőm. Szia, Audrey. Éhes vagy? Mint a farkas, bármit szívesen megenni. Ó, akkor üljetek le szépen, és én már is hozom az első fogást. Foglalj helyet, Audrey. Letegyem a kardigánot? Ó, igen. Ne is törődj vele. Tessék, ezt kóstold meg. Olyan, mint a köptető. Ez dr. Fleck mi köptetője. Kire iszunk? A kicsiny Audrey-ra. A nagy Audrey-ra. Te pákosztos zöldség, ma este szemmel tartalak. Nem engedem, hogy bárki a közelette jöjjön. Már itt is a leves. Várj, még negyed. Hozzak egy kis fűszer bele. Tudod, Audrey, nagyon szép vagy a gyertyafényben. Komolyan mondod, Szimur? Igen. Tessék, parancsolj. Most már ehettek. Furcsa illata van. Szerintem kellemes. Valami olajjal készült, ugye? Csuka májolajjal. Nagyon jót tesz a beleknek. Az pedig szulfapor, ott a tetején. Hogy enni? Hogy enni? Éhes vagyok. Mit hallottam? Hogy enni. Nem hallottam semmit. Hogy enni. Most hallottam. Éhes vagyok. Beszélő növényük van. Éhes vagyok. Nem. Éhes. Elég sok galibát okozott már az étvágyad. Kit szeretnél ma bekebelezni? Te elég kövérnek látszol. Nem csak beszélni tud a növényünk, hanem jó beköpései is vannak. Ide figyelj, hát te botanikai seggfej. Nem kapsz ennivalót. Nem visz musniktól semmit. Éhen halok. Már-már látnám. Miattad kihal az egész kidról? Na, de arról ne is álmodj. Egy katona, annyit se kapsz Gravis musniktól ma este. Jó éjszakát! Ezt még megbánod. Ez a kaja tényleg ízlik. Lehet, hogy egy kicsit keserű lett, de csak azért, mert kínai gyógyfűből csináltam, és akramiacinnal ízesítettem. Keserű szóval. Nincs még egy ilyen szakás, mint az én mamám. Apád is mindig ezt hajtogatta, míg meg nem pattant tőle. Tudod, lányom, ha férhez mész, legfőbb, hogy főzni tud. Talán ön megtaníthatna. Csak nem akarsz férhez menni. Még nem kérte meg a kezem. Ki nem kérte? Szimur. Szimur, még fiatal a nőszüléshez. Ide figyelj, a fiúnak ki kell tombolnia magát a házasság előtt. Ezért mondom, fiam, habzsold az életet, amíg teheted. De mama, én nem akarok habzsolni, Audrey-val akarok élni. Na de Szimur. Ó, Szimur. Emlékezz, Szimur, azt ígérted, hogy mielőtt megnősülsz, veszel nekem egy vastüdőt. De semmi baj a légzéseddel, mama. De nem is a régi. Egyre nehezebb, fiam. Csicsenki. Hess fekete macska. Péntek 13-a. Hess, átkozom babodát.
van ott? Bújjon csak elő! Ne lőjön, Mister! Öreg és beteg vagyok, a légynek se tudnék ártani. Gyere csak elő, ide a világos, hadd lássam. Kérem, ne lőjön! Könyörgök! Gravis Musnik vagyok, ne üljön meg! Hová rejteni a hullámot? Sigavér, nem foglak lelőni, ha csak nem próbálkozol valamit. Nem próbálkoztam én egész életemben egyszer se. Most se fogok semmivel próbálkozni. A pénzemet akarja, vegye el. Ha akarja, elmegyek és lopok magának többet is. Nekem édes minden. Ez nagyon kedves öntől. Igazán megtisztelő a vendég szeretete. És bocsásson meg, hogy csak ennyi van. Szegény virágárus vagyok én. Ja, alig 30 dollár van a kasszában. Na kivel, hova dugtad a többit? Figyeltem egész délután. Legalább 30 000 ember jött be a boltba. Biztos vásároltak is. Hol a pénz? Nincs több pénz, kérem. Mindenki a növényt jött megnézni. Igazi szenzáció. A növényt? A ne akarj beparizni. 30 000 nem lehet olyan barom, hogy ide jöjjön egy növényt megbámulni. Ide a pénzt! De igen, nincs több pénze, becsület szavamra, higgyen nekem. Nincs, és ehhez mit szólsz? Egy, kettő, három, négy. És meg nincs több pénzem, becsszóra. Hallom, akkor most visszafelé számolok. Öt, négy, három. Állj, rendben, meggyőzöm. Látod, öregem, hol van? A növényben. Melyikben? Abban a nagyban, a kicsi gyódriban. A nagy levelek között. A másik oldalon, de... És hogy lehet oda bejutni? Csak kopogja. Itt benne? Ott benne. Belül lenn az alján. Nem látok semmit. Lépjen be. Ott van az alján. Kell, hogy ma este is randid lesz Audrey-val. Nem vagyok hajlandó még egy éjszakát együtt tölteni ezzel a növénnyel. De, Mr. Musnik, nem kell tovább vigyázni a növényre. Teljesen felnőtt már. Hát ez remek. Te nagy okos. Honnan tudod, hogy többet nem éhezik meg? Onnan, hogy... Ma te vigyázol rá. Holnap pedig jönnek azok a virágimádók. Megkapod a fődíjadat. Azután pedig megszabadulunk ettől a virágtól. Egyszer és mindenkor. Megszabadulunk? De miért? Ne kérdezd miért. Csak vége. Szemétbe vele. Aloha. Azám. Igen. Igen, Mrs. Shiva. Ó, Szimur, pedig gyönyörű egy növény. Így igaz, gyönyörű, Audrey. De nevelek én még sokkal csodálatosabb növényt is. Ebben biztos vagyok. Kitaláltad már, hogy mit csinálunk ma este? Igen, egy gyönyörű virágokkal teli helyre megyünk. Ide kell jönnünk? Igen. Sose bánkolj emiatt, piknikezni fogunk. Olyan lesz, mint egy virágos répen. Tényleg. És 9000 sárgariliomot. Igen, írunk. És rózsákat. Előre. És hátulra is. És hátulra is. Igen. Mi ez a marhaság, hogy éjszaka mész piknikezni azzal a fullkort lányjal? Tetszik neked, Audrey, mama? Csak a pénzed kell neki. De hát nincs is pénzem. Ravasz lány az. Addig hűséged, mivel amíg meg nem tollasodsz, akkor aztán kiforgat a vagyonodból. Audrey, becsületes lány mama. Sose bíz a túlságosan egészséges nőkben. Néhány héttel ezelőtt Audrey is nagyon meg volt fázva. Megfázott, tüsszöngetett? Miért nem keresel magadnak egy igazi asszonyt rendes betegséggel, mondjuk, mint a mononukleózis, vagy egy jó nagy epekő? Lehet, hogy Audrey is el tud kapni valami ilyesmit. Az egyetlen, amit el tud kapni, az te vagy! Aztán rávesz, hogy vigyetek engem valami lerobbant szanatóriumba, és te erre csontkovácsok és kuruslók karjaiba taszítasz, érzem, már nincs rám szükséged! Ugyan, mama! De csak ne sajnálj engem, majd csak találok magamnak egy szép nyírkos sikátort, ahol meghúzhatom magam, s várhatom a véget. Ó, kérlek, ne hajj meg, mama, míg vissza nem jövök. Gondodat viselem, nem lesz semmiben hiányod, ígérem. Jó. Szia! Te, Audrey, én még soha nem ettem ilyen finomat, mint ez. Mogyorókrémes és zselés szendvics. Mogyorókrém és zselé? Mit gyógyítanak? Semmit, egyszerűen élelmiszerek. Mire jók, ha még a pattanásokat sem mulasztják el, vagy nem tesznek jót a bőrnek? Jaj, de kis butus vagy te, Szimur. Szimur, te mi szeretnél lenni? Világíres növénytermesztő. Ha sok pénzem lenne, elmennék a déli szigetekre, ahol a világ legmesésebb növényeit termesztik. Jaj, de izgalmas. Igen.
Én is szeretnék elmenni a déli szigetekre. Nincs is akadálya, hogy elmenj. Elvinnél magaddal, Simur? Úgy se jutnék nélküled semmire se, Audrey. Miért nem? Azért, mert szerelmes vagyok beléd. Ó, én is szerelmes vagyok beléd, Simur. Hagyj el! Mit mondtál? Csak vicceltem. Éhes vagyok. Simur! Nem volt szándékos. Akkor miért mondtad? Kaját hallod? Nem is te beszélsz. De igen, én mondtam, én ám. Pont rád néztem, és nem... Mert hasbeszélő vagyok. Mi vagy? Hasbeszélő. Adj enni. Simur, biztos jól vagy? Nem is tudom, azt hiszem nem biztos. Hagyd abba a hülyéskedést, és csókolj meg. Itt pusztulok éhen mindjárt. Rendben, ha annyira éhes vagy, akkor csak zabálj. De velem ne szórakozz. Ne haragudj rám, Audrey. Adj az otthon ennek. Ha csak a hasaddal törösz, én akkor inkább hazamegyek. Valamit rágnom kell. Adj enni, Simur. Pofa be! Audrey, kérlek, várj! Hallgass meg! Végighallgattam a hülyeségeidet. Többre nem vagyok kíváncsi, Simur. Te megbudjantál. Előbb azt mondod, szeretsz, aztán meg úgy viselkedsz, mint egy idióta. Hallgass meg, Audrey. Nem sokára mindent megmagyarázok. Miért nem magyarázod meg most? Mert olyan sok fontos dolog van. Feleségül akarlak venni. De a mamámról is gondoskodnom kell. És ez a növény segíthet, hogy minden valóra váljon. Holnap megkapom a fődíjat, híres ember leszek, és nagy botanikus. Akkor elmehetünk a déli szigetekre, ahogy elterveztük. De ennek semmi köze ahhoz, amit az előbb odabenn műveltél. Ha majd újra normálisan viselkedsz, akkor én is szóba állok veled. Jó éjszakát, Simur. Kezdesz az agyamra menni. Ennivaló kell. Nem érdekel, hogy mi kell neked. Látod, mit tettél velem? Nem elég, hogy hentest csináltál belőlem. Elüldözted a kedvesemet is. Pofa be, és hozd a kaját. Nekem mondod, hogy pofa be? Pofa be neked? Hát ki nevelt fel kicsi makkorodtól? Ki adott neked kiváló műtrágyát, és virasztott melletted, amikor beteg voltál? Senki sem tette volna helyettem. Ki hozott volna rajtam kívül embereket, hogy étvágyadat enyhítsd? Senki, úgy bizony, senki. Figyelj, én segítettem neked, most rajtad a sor. Csújd be a csapdádat és aludj, elfáradtam. Claiborne! Fordulj meg! Csukd be a szemed. Már alszol is. Nyisd ki a szemed. Most pedig azt csinálod, amit mondok, érted, amit mondok? Igen, mester. Kimész az utcára, és hozol nekem ennivalót. Igen, mester. Akkor indulj! Ne vesztegesd az időt. Nekem kell ennivalót találnom neki. Talán én segíthetek. Miért? Ki vagy? Leonora Clyde, kicsi.
Szeretlek. A mester kaját akar. Hadd várjon a vén kecske fiatal még az este, és mi is. A mester nem eszik kecskét. Csak milyen kaját szeret az öreg? Oh, te nem tadajázol. Csókolj meg. Mi a baj? Nem tetszem talán? Túl sovány. Túl sovány? Ilyet sem mondott még egyik kliensem se. A marha sokkal jobb, mint a borjú. Oh. Jaj, de kis butus vagy. Na, és ez mit szólsz? Nem barátus? A mester a zsírosat szereti. És te mit szeretsz, Csókna? Az én nevem Szimur. Az én nevem Szimur. Engem is úgy hívnak. Na, értek el a dolog, vagy csak az időbe trabolod? Sose hittem, hogy valaki önként jelentkezik. Komolyan akarod? Legkomolyabban. Biztos, hogy önként akarsz jelentkezni? Elég. Nálam vagy nálad? Nekem mindegy. Akkor dobj fel egy érmét. Nincs nálam egy se. Akkor bármit, kis butám. Á, itt van egy kő. Fej vagy írás? Fej. A hurok egyre szorult. Éreztük, hamarosan elkapjuk a gyilkost. Nem azért, mintha több nyomunk lett volna, mint előzőleg, hanem mert eredményt kellett felmutatnunk. A csontjaimban éreztem, hogy a rejtély hamarosan megoldódik. És én ott akartam lenni akkor. Figyelem, figyelem! Maradjanak kint! Ma bensőséges ünnepséget rendezünk Seymour Crowburn tiszteletére, aki a nagynövényünket feltalálta. Ezért megkérek mindenkit, hogy ne állja el az utat, kérem! Seymour-t akarjuk! Seymour-t akarjuk! Seymour-t akarjuk! Seymour-t akarjuk! Szavamra, egy forgóajtó kezelőnek is könnyebb a dolga, mint nekem itt ebben a virágboltban. Alig várom már, hogy vége legyen ennek a napnak. Mi ez a meghajtás? Most adják át a fődíjat a fiam. Mit csinál? Elszökött a farról? Kérlek, ne nézz így rám, Audrey. Szeretnék beszélni veled. Sajnálom, Seymour. Egyszerűen nem értem. Az ünnepség után mindent elmondok. A rendőrség? Hát mit keresnek maguk? Azt hallottuk, készül itt ma este valami. Gondoltuk, jó, ha mi is itt vagyunk. Ugyan nekünk egyáltalán nem jó a maguk. Kérem, mutatja, a csendes virágimádók szövetsége megérkezett, és a naplemente is mindjárt jön. Isten hozta, hölgyem és uraim. Nagy megtiszteltetés, hogy itt üdvözölhetjük önöket. Köszönöm. Még mindig az eltűntek ügyében nyomozunk. Szerintünk megölték őket. Ide figyelj, fiatalember, itt és most nincs helye az ilyen beszédnek. Mutassa a nyelvét. Tudja, milyen van? Csak röviden, asszonyom. Mocskos szája. Tudom, mert neked is az van. Jobb lesz, ha körülnézünk, Frank. Ahogy akarod, Joe. Mr. Clyburn, a nap éppen elindult lefelé. Gondolja, hogy azok a rügyek ki fognak nyílni? Remélem. Mert ha nem, Mr. Clyburn, akkor kénytelenek leszünk a fődíjat máskor átnyújtani. Ó, kezd kinyílni! Ó, Istenem, de szép! Ó, nézzék! Az első rügy kinyílt. Joe, ez nem az a... Vasúti detektív. Nézd a pirosat. Mi a véleményed, Frank? Mindegyik ott van, Joe. Nagyon jól látod. Mr. Clyburn, miért magyarázsz ezt? Nem volt szándékos. Így igaz, detektív úr. Nem szándékosan ölte meg őket. A növény... Szíri úr, alig érted, hogy megmagyarázol mindent. Úgy látom, kereket oldott, Joe. Igen, jól látod. Kapjuk el! Rendben. A mi tutajunk fog győzni? Igen! Thank you.
Tilos. Egy WC-kagylóba még ő se tud elbújni. Na, menjünk vissza. Te átkozott növény, tönkretettél egy életre. Ilyen ennivalót még soha életedben nem kaptál. Te már nem találjuk meg. Nézd, nyitva az ajtó, Frank. Nyitva. Olyan rendes fiú volt. Szia! Nem volt szándékom.